üdvözlöm önt, Vilart, az üdvözlöm nálam itt. Kén hideg szél sikolt, itt tűzhely melegít, de legyen hús, Vilart, örvendjen én velem. Mindegy, ha bármit mond, csak őszinte legyen, én láttam önt, Vilart, de ön csak ment tovább, mint aki ott sem volt, úgy nézett rajtam át. Én súroltam kezét, de ön végig sem mért. A páncélja a büszkeség, tán az égig ér. A köpeny, mint uszály, a vállán röpdösött, így sétál egy király a semmi nép között. S az oldalán a nő, tán szem nem is lehet, a szívem, mint a kő, kemény lett és hideg. Üdvözlöm önt, Vilart, üdvözlöm nálam itt. Kín hideg szél sikolt, itt tűzhely melegít, ne legyen bús, Vilart, örvendjen én velem. Mindegy, ha bármit mond, csak őszinte legyen, én láttam önt, Vilart, de ön csak ment tovább, mint aki ott sem volt, úgy nézett rajtam át. Nem gondolt arra ön, hogy minden romba dölt, egy óriás hajó ide jön messzi táj felől. A tündér szemű nőt egy hajó vitte el, a napot oda fenn, felhőt akarta el. Hát ettől sírni kell, miért néz így rám? Könnyet nem érdemel egy tündér szemű lány. Figyeljen rám, Vilart, bánatot miért keres? Feledje el, mi volt, itt nálam jobb lehet. Félre a bút, Vilart, a könnyed vissza rám. Dalolok önnek most egy románcot talán. Figyeljen rám, Vilart, bánatot miért keres? Hiszen ő sír, Vilart, nem hittem volna ezt. De igazán, Vilart, kacagjon hát, Vilart, akarni kell a jót, a rossz a múltba hull. Így kell lesz, így, Vilart, daloljon hát, Vilart, daloljon hát, Vilart, rá, 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 rá. Még nem a világ vége. De igen, Amerika a világ vége. Változtatni kéne a repertoár. Fogalmuk sincs róla, hogy miről énekelek. A zenekar az meg. Az jó, az jó. Beszéljük meg. Aj, édes Istenem, hazamegyek. Normális vagyok én. Hagyom, hogy rábeszéljetek, hogy ide jöjjek Amerikába. A gatyánk rámegy erre a turnéra. Nem feltétlenül. Nem vitatkozz velem. Aláírtuk a szerződést. 12 város a nyugati partig, utána még egyszer vissza New Yorkba. Jó, rendben van. Te azt csinálsz, amit akarsz, én meg hazamegyek. A szerződés kötelez Edit. Hány éves vagy, kisfiú? Mondom, hogy a szerződés... Mondom, hány éves vagy? Nincs az a szerződés, amit ne lehetne összetépni. Nem kellünk, nem énekelünk. Ez ilyen egyszerű. Nagyon kikészültél? Úristen,
ez ennyire látszik. Nem, nem, csak egy kis beszédem volna vele. Hazamegyek. Intézkedj, Piero! Na, arról szó sem lehet. Pierre, kezdes. Magukra hagyni. Orgálmuk sincs jól, annyira énekelek. Persze ki akar nézni egy ilyen véntyúkot? Egy háborús özvegyet, amikor nézhetik a Doris Day-t is. Te megtennéd, hogy nem leprázod magad folyton? Neked könnyű, cappuccino, neked nincsenek ilyen problémáid. Gondolod? Te is bedőlsz a külsőségeimnek? Isten, nézzünk már szembe a tényekkel. Én sose leszek olyan, mint te vagy. Na persze, hogy nem, mert te valódi vagy. Na kurva életben, de sokra megyek vele. Bizony sokra, te nem vagy tucatáró, és vigyázz a nyelvedre. Bocsánat. És ne piálj. Miért ettől üzemelek? De ha így folytatod, akkor nem jön soha. Önben is. Mi értelme van az egésznek? Egyetlen mondat, hogy gyere vissza egy korábbi gépbe. Edith, mindenem, könyörögve kérlek, próbáld meg elfelejteni. De próbál! Na, ne kezdjél megint bőt. Hagyd abba, tönkreteszed a szemed, és még hátra van a késő este felépés. Én oda ki nem megyek még egyszer. Én magamra maradtam. Ezt te is tudod. Ez nincs így, és ezt te nagyon jól tudod. De hát mire számítottak? Én tudom, hogy mit várnak egy előkelő párizsi dámát tollal a fenekébe. De én a Piaf vagyok. Hát erről van szó. Ha én kiállok énekelni, akkor én állok oda, én énekelek. Persze, persze, csak hogy takarékoskodnod kell. Ugyan már mivel? Az energiáddal. Az energiáddal, baby. Az lehetetlen, hogy minden alkalommal elélvezzi, amikor kilépsz a színpadra. És ha nekem így jó? Akkor sem lehet, mert bele fogsz dögleni. Meg kell tanulnod a technikára hagyatkozni, hogy azt dolgozzon helyet, mert meglátod, hogy így is sikered lesz. Látni akarnak, hallani akarnak, és ez a legfontosabb. Szeretnek. Egy-két dolgon változtatunk el. De ez nem egy nagy ügy. Arról most már nem is beszélek, hogy te vagy a világ legjobban fizetett énekesnő. Szarok a pénzre. Igen? Jó, persze, tudom. Nem azért állunk ki a színpadra, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy szeressenek. De te tényleg kell lesz neki. Cappuccino, nincs a világon az a pénz, amivel meg lehetne fizetni azt a kint, amikor kiállunk oda. Tudod, ha én énekelek, akkor bennem valaminek meg kell történni. Mert ha nem történik meg, akkor miért állok oda, miért énekelek? Tudom. Az a baj, hogy ez nem az én ország, amit minden olyan idegen. Akkor ezt érthetem úgyis, hogy hajlandó vagy egy-két tanácsokat megfogadni? Hát próbál. Edith. Ígérj meg nekem valamit. Jaj, neked mindent, cappuccino. Ez egy nagy, de veszélyes ország. Vigyázz magadra. Tudom. Tudom, mamá. Na, komolyan mondtam. Tudom, mamá. Na, tessék. Ezt neked hoztam, ez egy kis szőr, ez a feje, ez a farka, csak nehogy összetéveszt. Na gyere, elmegyünk. Mulatunk egy jót. Elviszlek minden jobb helyre. Gyere, Fici, gyere. Te nem akarod megismerni Harry Truman? Még ki az? Há, senki, csak az elnök. Egészen jól összeillenétek, ha lehet, még rálad is kicsit. Na és, kis ember nagy bottal jár. És azt tudod, hogy mi az abszolút csoda? Na, hogy a házmester este sört iszik, reggel pedig havat hányik. Két viszkit. Hé, kis nagycsád! Isten hozta a fedélzetet! Halló, fiúk! Mit isztok? Viszki. Na, duplát a fiúknak! Kedves szelíd arca volt, szeme furcsa szikrát szórt, a különös fényben, mint az éjszak emberén haján apró aranyfény, és mosolygott szépen. Meg se láttam, ahogy jött, ám de mikor rám köszönt lágy dallamos hangján, rögtön megértettem én, hogy a hideg zord estén nagy boldogság vár rám.
ábrándos fényül szép szemén. Honnan jött ő, mit tudom én? Mi a neved és hazád? Egy nagy hajó adt anyát, és hazám a tenger. Tudd meg, nekem nincs nevem, nem vagyok én senki sem. Csak egyszerű ember. Olyan nehéz a szívem, simogass hát, kedvesem. Mert csak te hiányzol. Én a fásult szívű lány, megéreztem oldalán, hogy mi a gyöngéd mámor. Ábrándos fény ült szép szemén, honnan jött ő, mit tudom én? Nem nagy hűhót csaptam én. Övé voltam, ő enyém, és vártuk a hajnal. Mint a többi sült bolond, hitte olyan nő vagyok, kit siratni kell majd. Azt hitte, hogy van remény, szólt szerelmünk reggelén, most jöjj velem nyomban. Meg kellett volna értenem, de én azt feleltem, nem. Maradtam, ki voltam. Ábrándos fény ült szép szemén. Hová ment ő, mit tudom én? Azóta az idegen minden éjjel megjelent, mint különös árnyék. Ital, cigaretta, füst, felkabaré szíven üt, hogy valahol vár még. Mondják, sziklás part alatt, halászhálón fennakadt, egy egyszerű ember. Nem talált hű szeretőt, így hát simogatta őt az elringató tenger. Ábrándos fény ült szép szemén. Hová ment ő? Mit tudom én? És mit keres egy ilyen elegáns kis hölgy, egy ilyen ócska csehó? Na, egyet talál. Egészségünkre. Hé, van oda fönn szoba? Na fiúk, partra szállunk. Veled mindenhová. Rohamra fel! Na, te mire vársz? Hát mehetek én is. Hát ha már órát adok, legyen ott az egész osztály. Előtté. Egy korábbi géppel érkeztem. Szép a lakás, tetszik. Ha tudná, hogy milyen nehéz volt hét hálószobás lakást találni, ugye hetet mondom? Igen, hetet, mert Lucien szereti a változatosságot. Így a hét mindennapján más szögből nézhet bizonyos dolgokat. Értem. Dehogy érted, Marlene. A zenekar miatt kell. Heten vannak, velem együtt nyolcan. Azt akarom, hogy karriert csináljanak a fiúk. Találtál óriási ékszekrényt? Hát itt fognak étkezni. Nehogy, a nassolni való miatt kávé, kakaó, csokoládé, döbbésben vannak a gyerekek. Na Lucien, gyerünk, olvasd a kritikákat. Madeleine, nézd, milyen helyes feneke van. Ó, Istenem. Na, nézd is.
Első pillantásra az ember nem is érti, ez a semmi kis nő a magas homlokával. Én nem is olyan magas. Fekete ruhával, a keze fehér és mozgékony. És akkor kinyitja a száját. Ilyen hangot még senki nem hallott, mint ahogy a nagy macska nyávog a tetőn. A párja után. Csupa mámor és bánat. Hogy lehetséges, hogy az ember végighallgat 20 dalt egy idegen nyelven, aztán rádöbben, hogy az arca könnyektől nedves. Erre csak egy szó van, zseni, és ez a zseni. Ja. Biztos Allen írta. A csomó dohányommal tartozik a szemét. Igen? Na, olvasd a következőt. Igen. Itt van. Akár a nap rézsútosan visszaverődő sugara a szajnán úszkáló mocsokról tavaszi reggelen, úgy emelkedik ez a hang fölfelé, megbizseregtetve még a gerincet is. A szerelemről énekel, a szexualitás álnokságairól, a boldogtalanságról, arról, ahogyan az ember tehetetlenné bénítja a szerelem. Arról énekel, hogy magányos, hogy rosszul érzi magát, és mi szenvedünk vele együtt. Ez ki írta? Én van, olvasni se tudsz! Éretlen tacskó! Mi van, én már egy rendes férfit se kapok? Hiáv, tudod, hogyan érzek irántad? Tudom. Én vagyok a te húsos fazekad. Hol lennél te nélkül? Sehol. Pontosan, és ezt el ne felejtsd. Hiáv, ne kezdjünk most veszekedni. Hiáv! Ki mondta, hogy piápnak szólíthatsz? Ki mondta, hogy te piápnak szólíthatsz? Hogyan szólítsalak? Neked én asszonyom vagyok, igen? Még akkor is, amikor... Különösen akkor. Madeleine! Hol van ez a duri kurva? Piáp, nagyon kérem, hogy ne beszélj így jól. Ó, bocsánat, te meg menjél. Igen. Menjél, és adjál beöntést a kutyákra. Te menjél már, menjél. Na, milyen? A fiatal ember? Lucien, az új fiú. Nagyon jó kép. Hát megteszi, amíg nem találok egy jobbat. Az ember először gondoskodjon a jövőjéről, és csak utána dobja ki a megunt szemetet. Na jöjjön, pihenjen le. A repülőgépen volt egy fiú, az nagyon tetszett nekem. De kiderült róla, hogy ausztrál. Hát valahol már meg kell húznom a határt. Nem volna kedve inkább fönt aludni az emeletet? Nem akarok aludni. Vonaltatód? Ez túl sok! Madeleine, azt akarom, hogy minden újság írjon a fiúkról. Azt akarom, hogy ezek a fiúk karriert csináljanak. Már intéztem. Madeleine! Igen? Gyere, masszírozd meg a nyakam! Ne hívjam inkább Bordon! Nem inkább te, na gyere már! Próbáljon meg lazítani! Azt tudod, hogy még mindig hiányzik? Tessék! Azt mondtam, hogy még mindig hiányzik Marcel. Tudom, Pia. És feleségembe forra. Sose hagyta volna ott a családját, mert ő jó ember. Utálom a magáit. Utálom, hogy egyedül vagyok. Hogy nincs mellettem egy rendes... Te mit csinálsz? Egyedül vagy? Mit csinálsz? Játszol magaddal? Most válaszolnom kell? Aha. Rendben van. Van egy kis kutyám. Egy japán pincsi. Ezt megérdemeltem. Végül is jogod van a magánéletedhez, szívem. Na jöjjön. Pihenjen le. Kicsit betakarok. Magányos vagyok.
Na most meg vagy. Hova mész? Nekem is aludnom ja, kéne. És nekem? Hívjál fel valakit telefonon, szükségem van valakire. Mia, hajnali ötöm. Na és hívd fel ide Jean-Claude-ot. Tud nézni. Akkor hívd ide Eddit. Szükségem van valakire, nem érted? Megpróbálhatom Ellen. Ellen? Azt a hülye kövér kurva. Tudod mit? Hívd ide Toánt. Ő a régi barátom volt a Belville-be. Vele mindig olyan jókat tudtam nevelni. Piaf nem is ismerem. Akkor ne keresd meg! Milyen ember az olyan, aki sosincs ott, amikor az embernek szüksége van valakire? Rúgat életbe. Menjen mindenki a francba. Menjen mindenki a büdös francba. Az embernek szüksége van valakire. Persze, hogy nincs ott senki. Menjenek a francba. Menjenek a büdös francba. Nem lennek szüksége van valakire. Edith! Nagyon kérem, hogy ne ébresztetem, mert nagyon nehezen aludt el. Hagyjam már! Álva is tud aludni, mint a ló. Örülnék, hogyha várna egy kicsit, mert nagyon szeretné magát látni. Minek? Azt tudja, hogy nagyon nehezen találtam meg őt. Na megyek, hozok valamit. Na látja, az jó lesz. Úristen! Mi történt vele? Kér egy csésze kávét? Á, Isten, mert csártam álljomnak. Maga kicsoda? A madame titkárnője vagyok. Nem a szoba lánya? Nem. Hát, pedig itt rendesen van szoba. Mondja, mekkora ez a lakás? Ez és a fölöttünk lévő emelet. Két teljes emelet. Ön és a madám ugye régi barátunk? Ja. Együtt kezdtük az utcán. Mármint, hogy én is előadó művész voltam. Értem. S mit tetszett előadni? Már visszavonultam, biztosan nem emlékszik rá. Mire boldog? Hogy megtaláltam. Szóval maga a titkárnő? Igen. Gépel, meg ilyesmi. Intézem a madám ügyeit. Mi a szar? Aztán régóta dolgozik nála? Nem. Nem régóta. És jól megvannak? Ó, hogy? Egy frászt! Hát, te meg hogy kerülsz ide? Látni akartál? Istenit! Egy percig nem lehetek egyedül? Kösz! Borzasztóan sajnálom. Ugyan már szart se törődjön vele néha, iszonyú goromba tud lenni. Ki fizeti az úti költségemet? Természetesen. Az jó, egészségem. Madeleine! Hol van ez az előkelő modorú anyagyilkos? Hát te hogy kerülsz ide? Hát a melóból jövök, ha éppen tudni akarod. Korábban léptem le, mert hogy meglátogathassalak. Te, ha itt vagy, akkor gyere! Gyere, ülj le, gyere!
Szó szerint. Te hogy van a gyerek? Melyik? Hát ez a gyerek. Hát azóta született még kettő. Mi, neked három gyereked van, nem hiszem el? Ha neked lenne három, elhinnéd. És a férjed? Raktáros. Egészségügyi felszerelések. Hát akkor egészségben nincs hiány. De... tudod, mindennél jobban szeretne egy... saját üzletet. Van is az utcában egy eladó kis, bár egész olcsó. Tudod, a pasi, akié volt, az főbelőtte magát. Te csak festetni kéne, a többi az úgy jó, ahogy van. Elmegyek, megnézem. Megtennéd? Te! Kivágtam ám rólad minden újságcikket, meg el is tettem. Nem kell elhinni rólam, amit az újságok írnak. Nincs nekem olyan fényes életem. Hogyan már ne szarosz, biztos tele vagy dohányban. Te meg akarsz ismerkedni az Errol Flynn-nel? Na jó, van már, ne hülyéskedj, jó? Mi, ma este randim van bele, bemutatlak neki. Tényleg? Hú, a szaros életben. Na várjál, akkor most hazamegyek, átöltözöm, meg szólok a szomszédasszonynak, hogy jöjjön, aztán vigyázzon a gyerekekre, jó? Úgyis elviszlek kocsival. Legalább megnézed az új Porsche-mat, na gyere! Na várjál, hát te nem is tudsz vezetni. Ki mondta, hogy nem tudok? Ki mondta, hogy nem tudok? Lehet, hogy tudok, csak még nem próbáltam. Ja, jó, ha jó. Gyere! És bemutatlak az új férjemnek. Beszarok, férjed is van? Hogy hívják? Na várj csak! Mindjárt szemben! Gyerünk! Csinálni. Te drágám! Drágám, vigyék már el innen! Már nem nagyon kérem, hogy... Mocskos gyilkos! Hát ez nem igaz, te mondtad, hogy lépjek a gázról! Mi csoda, már azt is kidolgoztad mi, hogy mit fogsz hazudni, mert örökölni akarsz tőlem, te mocska! Hát ne viccel, többet kerestem a szállodra igazgatásra, mint a... Ezeket a nagyon sokkással az, madám! Nagyon kérem! Igenis, vannak jogaimban! Férjed vagyok! Mi csoda, te mersz nekem jogról beszélni? Fiam! Uram! Kérem, asszonyok, nyugodjék meg! Isteni, te ember van, akkor meg magával folytatom, hülye csontkovács! Miért nem mondtam valaki egy fájdalom csillapítót, miért? Jöjjön le! Micsoda, ember, amely tudom. Asszonyom, lehet, hogy kibírhatatlan és mocskos szájt, de művészet előtt érdet hagyja. Hallok, hajcsót érted, akinek akar, nem vagy állap! Nem szól, hogy mert mindjárt a kérdában! Adjanak már egy fájdalom csillapítót. Drága asszonyom, hiszen ezért vagyunk itt. Egy kis szúrás, és már is jobban lesz. Azt hiszem, eltört az ujja. Hé, Doki! Hallotta a viccet a paliról, aki nyert egy elefántot az ivóversenyen? Hazaviszi az elefántot, kiköti a kerítéshez, ásnap jön a szomszéd, azt mondja, hé, magáé ez az elefánt? Megnyomta a macskámat. Azt mondja, így? Nem, így. Aaaaaah! Jaj!
egy tiszta, igaz kép rólad, ki hozzám tartozol. Két karod, ha átölel, az én karom felel, így rózsaszín az élet. És az egyszerű szavak, szerelme szép szavak, mint egybe hangzó ének. Édes dallam jár ma át, ezt áll a boldogság, azt is tudom, mit ér. Azt mondod, szeretsz, és ez nem szeszép. Más is mond ilyet, de ez jót ígér. És az egyszerű szavak már el sem hangzanak, a csend beszél. Aztán jönnek újabb éjszakán, minden perc újabb boldogság. A gond, a bánat, minden szál örömmé változtattad át. Két karod, ha átölel, az én karom felel, így rózsaszín az élet. És az egyszerű szavak, szerelme szép szavak, mint egybe hangzó ének. Édes dallam jár ma át, ezt áll a boldogság, az is mit ér. Azt mondod, szeretsz, és ez nem szezi. Más is mond ilyet, de ez jót ígér. És az egyszerű szavak már el sem hangzanak, a csend beszél. Örülök, hogy itt van. Rég nem találkoztunk. Így van. Jöjjön, foglalja helyet, pihenje ki magát. Ugye tudja, hogy ő csak... Szóval azért mondta magát 10:30-et, mert tudtam, hogy előbb úgy sem ér ide. Itt lesz nem sokára. Amikor telefonon beszéltem vele, akkor már ébren volt. Remek. És hogy mennek a dolgok? Remekül. Igazán. Dől a pénz, mi? Hát, hogy nem. Maga fia mindent megérdemel, hogy ilyen sokáig kitart mellette. Hogy jönnek ki egymással? Köszönöm, egészen jól. Szóval mindig az van, amit ő akar. Nem. A dolog azért két oldalú. Én biztos, hogy nem bírnám ki ilyen sokáig. Szerintem csak egyetlen dolgot lehet csinálni egy nővel, aki folyton hisztizik. Mit? Ja, lefeküdni vele. Nem, jól pofon vágni. Tessék? Azt nagyon nem bírják. Egy-két csattanós pofon és rögtön olyanok lesznek, mint a kezes bárány. Értem. Na és a dalok? Van egy-két új. Nagyon jók. Igen. És ez a fantasztikus ötlete, hogy vendéget hoz a műsorba? Ugyan már, hiszen ismeri maga is. Jól bevált ez már korábban is. Végül is profi. Ha a munkájáról van szó, a világon a legjobb, ezt tudja maga is. Hogy a fenébe töltené meg ezt a csűrt, hogyha nem szerződtet más művészeket is? Szívesebben választom ki őket én magam. Persze, de majd meglátja. És ne felejts el, hogy őt milyen boldoggá tett. Igen, nagyon sajnálom, hogy megint baleset érte. Megkapta a virágjaimat? Igen, nagyon örül neki. Szerencséje volt az a hülye kölyök, meg is ölhette volna. Mellestek, hogy néz ki? Rendben. Hogy nem? Tökéletesen. Nincsenek sebek? Nem, nincsen. Remekül néz ki. És megint szerelmes. A külső nagyon fontos. A néző kifizeti a pénzt, tehát amit lát, tökéletesnek kell lenni. Aló, Ari, öreg csatár! Gyere! Edith! Gyere, adj egy puszit!
Mi mindig neked van a legkeményebb faszulja Párizsban, mi? Na, mi van? Meg se kérdezett, hogy hogy vagyok? Hogy vagy? Jaj, ne is kérdezz. Tudom, úgy nézek ki, mint egy öreg csőlakó. Ráserancs! Azt nézd meg, hogy kit hoztam ide neked. Angelo! Angelo, gyere szerelmem! Itt lesz a meghallgatás, nem a klótyóba, gyere! Azt akarod, hogy énekelj? Azt, hogy énekelj. Mindenki jelent? Hát, hogy ilyen szépen összejöttünk, na gyerünk! Igen. Na, elkészült, fiam? Igen. Akkor tessék. Honey, I love you too much. Need your love in your touch. Gee, I can't hold you too much. Need your near me touch. Now you get me sudden, don't you leave me broken up, cause I love you too much. All the time, need your hanging, please be mine. Need your near me, say real close. You're the most. Now you get me sudden, don't you leave me broken up, cause I love you too much. Need your loving. Bravo! Bravo! Na, Ari! Fantasztikus! Na is? Ha olyan mondom, hogy itt legyen a tiéd. És mi van? Most mi olyan mulatságos, mi? Kiherélnek a mocsot. Edith, megígérted. Edith, nem tud énekelni szívem. Na és hogy jön az ide? Edith, most nem a farkáról van szó. Nem, pontosan arról van szó. Hova be? Nézzétek meg, 195 centi magas. Gyönyörű az arca, szép az orra. Feszesek a combjai. A ruhája? Hát, az borzalmas. Na mindegy, adjatok rá egy jó ruhát. Meglátjátok, hogy a közönség megvadul érte. Nem látjátok, milyen pompás digó? Balladák. De szép. Mondom, balladákat fog énekelni. Szíves, énekel te szólevillót. Kérlek, vedd elő azt a nagy olasz lelket. Ez már nem divat. Kérlek, hogyha bízzál bennem. Énekeld el az Addio Sorrentót. Video mare quanto bello, spira tanto sentimento, come tu. Na halljátok, halljátok! Ha megfeledkezik arról, hogy színpadon valak a csodálatos. Nem látjátok, hogy ő egy igazi nyerő? Hülye férfi. Na jó, hát ha így állunk, akkor beszállok 30%-kal. 50. Edith! Kus. Te kinek dolgozol? Na jó, legyen. Rendben van. Ő lesz a második szám. Igazgató úr, én még ilyet az életemben nem láttam. Mi van, nem érzed jól magad. Nem tartozom közé. De én se. Kérlek, hogy csinálj mindent úgy, ahogy megbeszéltük. Erőteljes nagy lépésekkel gyere be a színpad, és ne improvizálj. Igen. És ne emeld fel magasra a fejedet, mert akkor csúnya vagy. Igen? Persze. Igen. Hidd el, hogy én csak jót akarok. Most mi bajod van? Semmi, nem tudom. Nem hiszed, hogy én jót akarok. De igen. Én ott leszek. Ott leszek, és nézlek. És akkor mostantól kezdve majd... Az lehet, hogy mostantól kezdve majd... Te me... Persze. Csak a szám után akartam odaadni, de... Tessék. Mi ez? Brrrr. Edith, ezt nem lett volna szabad. Most az egyszer. Messzi Angelo. Igen. Ön következik. Igen. Tanto sentimento come tu a chi ti è la mente cresce tanto fai su guarda qua chi su giardino assienti si è sicura l'ance lo profumo a cussi vino
tinto cuore se ne va. E tu dici io parto io, ta lontana da su cuore, da sta terra dell'amore, tieno cuore non tornare. Ma non me lasciava, non darmi sto tormento, torna sorriendo, fammi cantare. Torna sorriendo, fammi cantare. Egy hang kísért nap éjjel át, mely mennyet és poklot megjárt. Hangul dórjon akár csak én, szól zenekar száz hangszerén. Már éreztem megörjét menten, és akartam tudni okát. De hiába él a szó bennem, a hang mindig szavamba vág. Örjétől hallom tovább. Adam, 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 e hang árnyékként rohan velem. Adam, 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 szíven ütésén emlékezem. Adam, 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 gúnyol bántón és fölényesen, űzi hajszolja emlékek vadonát, a hang, mely múltammal áll. Hány szerelmed volt nem kevés, a sorsom az emlékezés. A hang mondja, mondd, minek tűrsz, hisz sorsod az emésztő tűz. A 20 éven pergő domberés, mint szerelmi komédiák. Az életem sosem lesz egész, mint kanyargó zilált világ, mert a hang közbe kiáll. Param, 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 csupa szeretlek utcák kövén. Param, 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 csupa örökké ősz idején. Param, 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 csupa hazudod nagy vallomás. Szóval minden nap eljön és kezeli. Igen, bár teljes mértékben egyetértek a kórházzal. Őrültség a madám részéről, hogy haza akar jönni. Tudom, de sajnos ragaszkodik hozzá. Üvegcserepeket kell eltávolítani a homlokából. Mellesleg hogyan veszített el három bordáját? Egy korábbi autóbalesetben. Nem szabadna vezetni? Ő nem vezet. Vezetnek helyette fiatal emberek. Értem. Nézze, mi természetesen vállaljuk a kockázatot, de muszáj segítenie, hogy minél hamarabb dolgozhasson. Mikor énekelhet meg itt? Hát nem érti.
A szája csúnyán megsérült, felhasadt. Egy ilyen sérült szövethez még hónapokig nem nyúlhatok. Na nem, az lehetetlen. 6 hét múlva pontos koncertje van. Úgy látom, nem beszéltem elég világosan. A betegnek szerencséje van, hogy életben maradt. A legtöbb nő az ő korában már az értségbe is belehalt volna. Súlyos belső sérülései vannak, inszakadások. Valószínű azért maradt életben, mert énekesnő a rekeszizom már is nagyon jól reagál. Egy ideig nagy fájdalmai lesznek. Természetesen ezen lehet segíteni. Úgy érti, hogy morfium? Igen. Csak nem szokott. Nem. Semmiség. Csak a legutóbbi alkalommal is nagy fájdalmai volt. Jó reggel, hanem ilyet. Adj egy injekciót. Sajnálom, madám már megkapta az adagot. Akkor gyere, csinálj. Próbáljon meg lazítani. Igen. Jaj! Madlen! Nem, csinálj. Madám, kérem, azt mondja, 6 hét múlva énekelni akar. Lehetetlen, de legalább ha próbáljon meg. Pia, búcsúzni jöttem. Menj a francba. Pia, kérem. Pusztulj innen, nem hallod? Rendben. Túl sokat adott, nem jár ennyi, nem fogadhatom el. Viszlát. Minden jót kívánok. És őszintén. Viszlát! Viszlát! Pusztulj innen! Pusztuljon innen maga is, kedves nővér. Hogyan? Jól hallotta. Én sose hagyom el magát, Piáf. Én mindig maga mellett leszek, Piáf. A francot. A véremet szívják. Hitegetnek, ahelyett, hogy jegyet vennének az olimpiába. De az neki kerülne pénzükbe, és nem nekem. Legyen szíves, tartsa egyenesen a fejét. Nézze meg, hogy mi lett belőlem. Kinek kell ez? Hát senkinek. Elvárják tőlem, hogy mindig a legjobb formámat fussam. Nem értik meg. Néha nem jól mennek a dolgok. A dalaim, rövidesen senkinek se kellenek az én dalaim. Én fajtám az kihalóba lévő faj. Most a lemez kell. A dobozba zárt zene, a valódi az ciki. Tartsa egyenesen a fejét, kérem! Ja! Azt hiszem, nem ismerjük egymást. De majd megismerjük, szívem. Majd megismerjük egymást. Pimasz. Mi van, filmezni akarsz? Ne viccelj, énekes vagyok. Nem, mondd. Hát, pontosabban énekes leszek. Na, hát nem rossz. Hát egyáltalán nem rossz. Hogy hívnak? Zsákónak. Azért, hogy megnézzék, hogy lábon tudok-e maradni. Aj, szó sincs róla, imádnak, mint mindig. Hogyis, Zsákó, te isteni vagy. Te énekelni is tudsz. Hát abban már nem vagyok egészen biztos. De én biztos, tudom. Érdes Istenem, hát én hogy nézek? Piszok jó. Te nem fog lefolyni ez a izé? Madame Piaf, ön következik. Jézus már, ne! Kérem, Madame Piaf. Mindjárt megyek, csak elvesztettem a... Semmi baj, szívem, semmi baj. Jó,
Ott leszel? Ott. Úgy állod majd, hogy lássál. De úgy állj, hogy én lássalak, jó? Na menjünk. Illetve menjél. Jövök mindjárt csak egy kicsit a... Hölgyeim és uraim, a Burzerekart ma este Michel Dumoulin vezényli. És most, hölgyeim és uraim, íme Edith Piaf! Tovább, az élet megy tovább, sors útja végtelenbe visz. Felejtsd a bánatod, azt, aki elhagyott. Hidd el, egyszer úgy is jó lesz a világ. A vágyban nincs határ. Vágy útján indulj hát tovább. Az úton emberek, furcsa tekintetek. Ó, a sorsnak melyik útján mész tovább. Nem megy így tovább. Hát hidd, hogy vannak még csodák. Lesz öröm, lesz varázs, mindazt, mit várva vársz. Mert az élet mindig, mindig megy tovább. Kísérni kellett volna engem, mi? Nem vagyok olyan kicsi a kurva életben, hogy elveszítsetek! Tehát én téged azért fizetek, hogy dolgozz! Edi, fantasztikus voltál! Fantasztikus voltál, komolyan mondom! Igen. Gyere le a banketre, várunk! Igen. Megcsináltam a szerződést! Sajnos már nem tudok fizetni! Sajnálom, Piaf nem merem, ismeri a helyzetet! Holnap én gond nélkül fizetni fogok! Nem kérhetne a pénztártól. Nem, az kivazárva, értsen már meg. Holnap délután fölviszem a lakására. Nem érdekel! Nekem szükségem van az anyagra! Maga is tudja, hogy nem lehet ugyanabban nekem a csónakban evezünk, elfelejtettem. Értsen már meg! Nekem szükségem van! Holnap találkozunk! Úristen! Hogy befizetnél egy egész éjszakára. Ha akarod, kezdhetjük már is. Na, hát te nem csak a levegőbe veszik. Na jó, azért egy kicsit még kibírom, ne félj. Remélem is. Piero, drága Piero. Jó kislány volt? Nagyon jó becsó. Tanúsíthatom én is. Iszunk becsmú? Mi a felét csinálsz szállodában? A lakásodról jövök. Némi problémák adottak a számlafizetés körül, és most nincs gáz. Pedig csak egy omletet akartam megcsinálni. Ezért költöztél be a Ritzbe? De csak addig, amíg le vagyok égve. Na mi hír, Piero? Mit hoztál? Alig várom már, hogy dolgozhassam. Edith, tudnom kell. Vége? Igen, szívem, vége.
Más sem akarok, csak dolgozni. Mikor kezdünk főnök? Beletellik egy kis időbe. Nem jött össze semmi. Nem akarnak kockáztatni. Na tehát mondom, hogy leszoktam. Én mindent megpróbáltam. Senki nem állt kötélnek. Úristen. Hát én már ide jutottam. Mi van, most bizonyítanom kell? Akkor majd bizonyítok. Elmegyünk vidékre. Elmegyünk falusi mozikba, kerthelyiségekbe. Az egész olyan lesz, mint egy turné. Add már ide ezt a porrat, Jacko! Kérlek szépen, ma este próbálni akarok, hívd fel Edith, hívd fel Morris, mert új számok kellenének. Mikor kezdünk, főnök? Nem tudom. Lehet, hogy nehéz lesz. Nehéz lesz? Piero, ha eddig sikerült, ezután miért ne sikerülhetne? És már meg. Nagyon jó sajtónk lesz, mert a sajtó az velem van. És eljönnek azért, hogy megnézzék, hogy lábon tudok-e állni. Piero, ha eddig sikerült, ezután miért ne sikerülhetne? Minden este máshol, éjszaka utazni. Nagyon régen volt Edith. Azóta mindannyian idősebbek lettünk. Ha megcsináljuk. Köszönöm. Azt mondtam, hogy ha. És ha megcsináljuk, akkor én leszek a pénztáros. Nem leszek partik, ingyen élők, magánszámok. A legfőbb ideje, hogy takarékoskodni kezdj. Igen, én ezt tudom. Ha tudod, akkor miért nem teszel érte valamit? Kérlek, a józanész is ez diktálja, Edith. Jó, rendben van, ezután hidd el, hogy minden másképp lesz. Jól vagy, szívem. Szóval nem találtál nekem állást. Kerested, vagy csak feladtad? Ezt hogy érted? De mit csináltál addig, amíg én az elvonón üdültem? Edith, számtalanszor elmagyaráztam már neked. Ezt tudom, új klienseid vannak, új lakásba költöztek. Hallom, üvegfigurákat gyűjtesz. Na így. Hát minket nem hívna meg egy partira. Csak azért, mert tudom, hogy úgysem jönnél. Persze, rengeteg dolgod van. Arra van időd, hogy a könyvelőddel vacsoráz, ugye? Te a nagyanyádat eladod, csak hogy egy ilyen szörme galléros felöltőd legyen. Miért éppen velem kötekszel? Olyan vagyok, mint a többi ember. Milyen vagy? Tudom, hogy milyen voltál, azt is tudom, hogy mit akarsz. És tudja a két kislányod is, úgyhogy ne várd meg őket iskola után. Na és miért? Miért? Mert olyan úri lányokat faragtál belőlük, hogy szégyenlik az apjukat! Ki mondta ezt neked? Hagyjuk ezt, Piaf! Piaf. Nagyon szépen kérlek, hogy bocsáss meg. Én tudod, ezt csak azért mondtam, hogy tudd, hogy nem vagyunk kereskedők. Te is eladod a hangod? Úristen, mit értesz te belőlem? Aztán szétszórod, amit kapsz, fűvel, fával lefekszel! Hát igen, én egy ócska kurva vagyok. Nyugi szívem, az biztos, hogy úri hölgy sosem lesz belőle. Tudod, miért nem? Mert egy úrinő megkíván egy férfit, az nem fekszik le vele, hanem vesz helyette egy ridikült. Hát inkább a ridikül, csak a férj meg ne tudja, mert oda a biztos élet, a jó befektetés. Edith, tudnom kell. Túl vagy rajta? Igen, szívem. Vége. Hölgyeim és uraim, ismét elhoztam őt önöknek. Hölgyeim és uraim, íme Edith Piaf. Csináltam semmit. Zene! Két karot, ha átölel, az én karom felel. Rózsaszín az énet. Én nem éneklek többet.
többet elegem van az egész. Áj, Úristen! Iva, hol van az ember? És az egyszerű szavak, szerelme szétszer, összedőlhet várom, várom, várom a hangárnyék. Kislány, vegye, vízbe teszed, milyen illata van. Helyes lány, ugye? Ja, ja, igen. Na, mi van, beengedte? Engem nem lehet csak úgy kizárni. Hát persze, mert megmondtam nekik, hogy te este dolgozol. Szóval beengedtek. Na és hogy megy? Egész jó. Milyen a ház? 80%-os. Ó, hát az remek. Persze, tegnap péntek volt. Akkor is. Hogy vagy? Nem valami jó. Tudsz aludni? Nem adnak altatót. Jó, majd én beszélek. Te beszélj velük, mert mind a falnak, mind a falnak beszélnek olyan. Szóval jól megy minden. Te is mi hír a turnéról? Nem lett belőle semmi. Zsákó, észnél vagy? Ez egy isteni turné. Nem megyek. De mész. Nem hagylak itt. De mész, ha mondom. Nem hiszed, hogy elfogadom tőled ezt az áldozatot, hogy aztán a szememre vest, hogy miattam tetted tönkre az életedet. Piac, nem hagylak itt. Mi? Mit mondtak, hogy feldobom a talpát? Nem, semmi ilyet! Hát akkor mit mondtak? Azt, hogy pihenned kell. Pihenni? Beledöglök a pihenésbe. Zsakó. Edith, miért nem jössz hozzám feleségül? Akkor rendesen vigyázhatnék rád. Zsakó, ez egy isteni turné. Kétszer nem hívlak. Tudod, hogy mennyi munkám van benned? Akkor se hagylak itt. Én nem hagylak cserben. Majd ha jobban vagy, elmegyünk együtt. Én nem hagylak szarban. És tőlem annyit ordíthatsz, amennyit csak akarsz. Azt hiszem, legjobb, ha bevallom. Mit? Hogy ki vagy rúgva, kisfiam. Azt hittem, hogy észrevetted, hogy ezért nem engednek be. Te látod a férfi ápolót? Gyönyörű kék szeme van, bukkom a kék szemre. Nem hiszem el. Ez a te bajod? Zsákó, isteni hangod van, csak dolgozni kell. És vigyázz az artikulációra, mert nem árt, ha tudják, hogy miről énekelsz. Tudod, akinek ilyen szép szeme van, biztos, hogy karrier csinál. Na, nesze. Ezt vidd el, ez majd szerencsét lesz. Na gyere, adj egy puszit. Na menjél már itt! Menj, mert aludnom kell. Ha bármit. Ha bármi, menjél. Ha bármikor. Menj, mert aludnom kell. Menj már. Sötét a táj, hiányzol, és ez úgy fáj. Ki volt a hibás? Nem érdekes. Okot ne találj, ne is keress. Reményt ígér a kósza szél.
várok rád. Jön nappal, vagy én csak várok rád. Bárhol én várok rád. Hisz madár, ha elszállt, ahol fészke volt, visszajár. Múlik az idő, és a távolság nő. Én csak várok rád. Sorsom ez, bármi lesz, visszatérsz. Szép virág. Egyébként már megint itt van. Ki? Hát tudja. Ki? Hát a külföldi fiú. Na mit akar? Senki nem tudja. Kérdezgettük, de hát nagyon szégyellő, szerintem csak látni akarja magát. Most te viccelsz? Hát én mondtam, hogy én megkérdezhetem. Mondd meg neki, hogy le van szakadva a fenekem, most varnak egy másikat. De hogy mondok én ilyen? Így. Hogy néz ki? Hányszor kell még elmondjam? Nagyon jó képű, nagyon. Beszéljen már vele. Minden héten eljön. Minden nap itt van. Jó, rendben van, de csak a te kedved ér, és csak egy pillanatra. És remélem, hogy jó képű. Gyönyörű. Na most elriasztom egy életre. Láttál, most elmehetsz. Mi van, belehaltál a sokba? Mit akarsz, kisfiú? Nem akarok semmit. Na. Nem, semmit. Na. Hát... Na, ugye? Csak, hogy a közelében lehessek. Miért? Minek? Nem tudom. Boldoggá tesz. Hogy hívnak is? Teónak, Teofanis Lambokasznak. Na jó, akkor maradjunk a Teónál. Hát mesélj magadról valamit. Minden koncertjét láttam. Jártam Párizsban, Lyonban, Bordóban. Bordóban borzalmas voltam. Amerikában is el akartam menni, csak nem sikerült. Pénz miatt. Hát itt 40 számot énekeltem, 40 dalt énekeltem a Carnegie Hallban, és a közönség az... Hogy te milyen helyes vagy? Akarja, hogy megfésüljen? Egy fodrász? Uh-huh. Hát... Nem sok hajam maradt.
Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Én nem érdemlek meg ekkora boldogságot. Hölgyeim és uraim! Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a férjemet. Teó! Szeretem. Ne kérdezz, miért van ez, értelmet ne keres, valami hozzáhajt, egy perc és rabja vagy. Azt mondja sok okos, hogy ez csak bajt okoz, hogy csupa szenvedés, őrültség az egész. Nem találsz szavakat, a sírás folytogat, de hamar rájöhetsz, az öröm könnye ez. Ám jön a csalódás, múlik a nagy varázs, kihúny a lángolás, indokot nem találsz. Ám de a nagy kaland emléke megmarad, merengve múltakon, méz íze ajkamon. Feledni nem lehet a boldog percet, pár kedves pillanat, emléke itt van. Megfogtam két kezem, szebb lett az életem, az ajka rám hajolt, bennem a hárfa szólt. Mondják, csak játék ez, az egyik vesztes lesz, de még a vesztes is győzelmet újra visz. Ez örök körforgás, nem volt és nem lesz más, meg kellett értenem, ő lett a végzetem. Te voltál rossz és jó, első és utolsó, üres volt idős tér, még meg nem jelentél. Úgy vártam jöttödet, mint anyját kisgyerek, általad létezem, ez hát a szerelmekért, sírni ugyan mit ér,
mindent, mindent, ha kell.